Tolnatáj Televízió közéleti magazinját látják, köszöntöm Önöket! 20. évadának fél évzáró rendezvényét tartotta a Magyar Vállalkozói Szalona Dombori Donautika étteremben. A résztvevő vállalkozók Romsics Ignác történész előadását hallgathatták meg félperifériától félperifériáig helyünk és utunk Európában címmel. Magyarország Európán belül mindig is a félperiférián helyezkedett el. Bár több olyan szakasz is adódott a történelmünkben, amikor közeledtünk a nyugat-európai gazdasági és kulturális színvonalhoz, a rendszerváltás utáni időszak nem volt sikeres országunk felzárkózása szempontjából. Erről Romsics Ignác történész beszélt a Magyar Vállalkozói Szalon 20. évadának fél évzáró rendezvényén, a Donautika étterem és hotelben, Faddomboriban. Az előadás címe Félperifériától a félperifériáig, ami egy nagyon talányos főcím, de az alcím azt hiszem jobban eligazítéshez az, hogy utunk és helyünk Európában. A története az, hogy 2 évvel ezelőtt írtam egy könyvet, aminek az a címe, Magyarország története, és ebben megpróbáltam áttekinteni Magyarország történetét és a magyarok történetét a honfoglalástól napjainkig. Ennek az egyik fontos szempontja az volt, hogy a mindenkori helyzetünket az európai centrumhoz, a fejlett országokhoz és a fejletlen országokhoz viszonyítva próbáltam meghatározni, és ebből az előadásban, ami most itt el fog hangzani, ennek a quintesszenciáját, a leglényegét emelem ki, hogy hogyan viszonyultunk Európa nyugati feléhez, vagy a Balkánhoz, amikor idejöttünk a 9. század végén, Mátyás király alatt, 19. századba és napjainkba. Ezt a viszonyulást jelenti a címben szereplő félperiféria kifejezés. Ez egy mondjuk amerikai történésznek, Emmanuel Wallensteinnek a találmánya, aki a kora újkor és az újkor történetéről írva a világot centrumra, perifériára és félperifériára osztotta. És mi mindig egy olyan köztes helyzetben voltunk, hogy minden törekvésünk ellenére nem sikerült egy angol, francia, spanyol szintet elérni, de mindig jobban álltunk, vagy majdnem mindig a balkáni országoktól. Ez egy ilyen kelet-közép-közép-kelet-európai átmeneti helyzet, amit a 19-20. Században nagyon jól le lehet már mérni az egyfőjútó nemzeti jövedelem alakulásán, korábbi időszakokban pedig más segédeszközökkel, a templomok nagysága, egyetem alapítás, analfabetizmus, könyvállomány, stb. Olyan fogódzók, amelyek hát segítenek meghatározni azt, hogy hol is tartottunk, és a konklúzió az az, hogy valószínűleg Mátyás király idejében voltunk legközelebb Európának a fejlett centrumához. Ez alapján az ország több mint 1000 éves története alatt csak kisebb változások tapasztalhatók. Az egyfőjútó nemzeti jövedelem alapján, az internetes ellátottság alapján, gépkocsi ellátottságunk alapján, minden alapján a nyugathoz képest több-kevesebb lemaradásunk van, de a balkáni országokhoz még a legutóbbi időkig is előnyt élvezünk. Úgyhogy ugyanez volt a helyzet több száz évvel ezelőtt is. Itt a változás az, ugye ezt lényegében egy minden országnak a földrajzi helyzete, nyersanyagbázisa, tengerhez való közelsége és a munkakultúrája határoz meg. Most ezek közül egy tud változni, a munkakultúra, de az is nagyon lassan. Az nem változik, hogy nincsen tengerünk, ha csak a Balatont nem számoljuk annak, ugye? És nincsen olyan nyersanyagkincsünk, amivel hát nagyon meg tudnánk ugrani. És ekkora ország, mint Magyarország, ez nem képes bizonyos modern technológiai eszközöknek az előállítása. Nem csak mi, más se tud repülőgépet gyártani, űrfegyverekről nem is beszélve. A 19. században egy bajai kovács 19. század elején még elő tudott állítani egy hajót. Nem sokkal azután, hogy Nyugat-Európában is előállították, és a vasúthálózatunk is megfelelt az akkori szintnek. Ahogy haladunk előre, egyre nagyobb tőkeigénye van mindenfajta beruházásnak, és ezt egy kis ország nem tudja produkálni. Úgyhogy, ha visszatérve a kérdésre, azt kellene mondanom, hogy hol tartunk ma, akkor azt mondanám, hogy az egyfőjútó nemzeti jövedelem szempontjából körülbelül ott, mint ezelőtt 20 vagy 30 éve. Ha az egész 20. századot nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a 19. század második fele, a dualizmus időszaka, 1918-ig, az egy sikeresebb időszak volt, egy fölzárkózó időszak volt. A Horthy korszakban nem javult, nem romlott a helyzetünk, a Kádár korszakban egyértelműen romlott, nem csak magunk miatt, vagy nem elsősorban maguk miatt, hanem a geopolitikai helyzet miatt, és a nagy meglepetés az, hogy a rendszerváltás 30 éve alatt sem tudtuk átugrani a saját árnyékunkat. A professzor szerint az oktatás fejlesztése és a középosztály megerősítése a felzárkózás kulcsa.
Minden országnak magának kell megtalálnia az eszközöket, és vannak példák, mert ha Finnországot nézzük, Írországot nézzük, Dél-Koreát nézzük, akkor meg tudjuk fejteni, hogy hogyan lehet egy fél évszázad alatt jelentősen javítani a pozíciókat. Akármelyiket nézzük, az biztos, hogy mindig az oktatás egy kulcskérdés. Az pontosabban, hogy egyrészt mi van a gyerekek fejében, mennyire naprakész, korszerű tudásanyag van a fejükben, és amit mondtam, milyen a munkaerkölcsük. Tehát ezen a kettőn tudunk változtatni, a gyerekek tudásanyagán, munkaerkölcsén, de abban bízni, hogy nagy mennyiségű kőolajat találnak a Balaton alatt, ebben nem lehet. Abban se, hogy valami pótolhatatlan ércet találnak, uránércet vagy valami ilyesmit. Tehát ebben nem lesz változás, úgyhogy csak ott tudunk változtatni, hogyha a mentalitásunk a munkakultúránkkal, a munkakultúránkon javítunk. Azt gondolom, hogy ez egy reális, és meg lehet találni azokat az egyes kis ágazatokat is, ahol élenjáró tudunk lenni. Sokáig ilyen volt az égőgyártás, hogy ez a villanykörtegyártás. Ez sokáig ilyen volt. Ezt az amerikaiak is tudták, és azért az elsők között vették meg, és privatizálták a tungstramot, a General Electric. Úgyhogy az orvosi műszergyártásban is elég jók vagyunk. De nézze meg, személygépkocsit már 100 éve nem tudunk gyártani. A buszaink, például a buszok, amiket gyártottak, az Ikarusok, ezek a Volvo és a Mercedes buszokhoz képest nem versenyképesek. A Jonathan alma nagyon finom, csak éppen nem tartható el. Szóval nagyot fejlődött a borászat. Tehát például de ez nem egy, nem ez adja a nemzeti jövedelemnek a többségét. Ami ma a nemzeti jövedelem többségét adja, azok a nagy autógyárak. Ezeket sem mi találtuk ki, hanem mi vagyunk a beszállítók és mi dolgozunk ott. De hát a félperifériás országoknak mindenhol ez a sorsa. Szóval nem mi jelöljük ki az utat, mi alkalmazkodunk a feltételekhez, a lehetőségekhez, és akkor jó egy politika, ha ezeket optimálisan ki tudja használni. Lett az elmúlt 5 évben a kisdorogiaknak is egy olyan éves rendezvénye, amely a gasztronómiához legalább annyira kötődik, mint zenés-táncos kulturális hagyományápoláshoz. A Nudeltág közismertebben a Nudli Fesztivál sikere töretlen, olyannyira, hogy a helyiek egybehangzó véleménye szerint a legnépszerűbbé vált ez a pünkösdi fesztivál, amire az elszármazottak is szép számmal hazalátogatnak. Számos jól sikerült a falut az onnét elszármazottakat is megmozgató rendezvény után a kisdorogiak ezúttal kitaláltak maguknak egy olyat, ami a gasztronómián keresztül is megmozgatja, hozza össze a helyieket. Ez lett a Nudeltág, a Nudel Fesztivál, amely a házi készítésű tésztaételeket helyezi reflektorfénybe, megspékelve persze a helyi kultúrával. Voltak olyanok, akik otthon készítették el a nudliukat, mások a helyszínen mutatták meg, hogyan is készül a félig meddig titkosnak is nevezhető angyal bödölő. Mi krumplis nudlit csináltunk, kézzel egészen reggel 7 órától délután 1 óráig csináltuk csak a nudlit, és utána, ami volt a kamrába, azt beleraktuk szépen a tárcsába, és összesütögéltük. Ebből tiszta étel, tiszta íz, idényi jellegű minden, és szerintem nagyon finom lesz. Egy nagyon finom ételről van szó valóban, ami ráadásul olcsón előállítható. Elvégre lisztcsó, cukor, tojás és egy kis szalonna minden háztartásban adott. Pénztárca kimélő, igen, mert nem drága az alapanyag, amit tehát megtermeltek, meg most mai napig is meg lehet még termelni otthon. Új fellépők voltak az idén a hajósról érkező fúvósok és táncosok. A hajósi ének és tánccsoportot is meghívtuk. Igyekszünk átnyúlni a megyénken túl is, ilyen jó kapcsolatokkal, és bízván abban, hogy majd a mi kultúránkat oda is tudjuk majd egyszer venni. A legnagyobb sikere vitathatatlanul a kisdorogi óvoda nemzetiségi tánccsoportjának volt. A már említett hajósiak mellett szinte állandó fellépőnek számított az egyházas kozári német nemzetiségi énekkar, a Teveli Eppel János német nemzetiségi kórus, no és a kisdorogi német hagyományőrző egyesület. A legvégén mindhárom formáció újra színpadra lépett egy közös produkcióval.
Ezt követően jöhetett a várva várt kóstoló a Kisdologi Nudli Fesztiválon. Az angyal bödölő és hasonló tésztafélékből készített ételek mellett ott sorjáztak azok a sütemények és tésztafélék, amelyek akár egy cukrászati kiállításon is megállták volna minden bizonnyal a helyüket. Az egyedi készítésű újdonságok most is felkeltették az egyébként rutinos háziasszonyok érdeklődését. Receptcserék történtek a vacsora alatt, a hölgyek között receptcserék történtek, hogy ezt hogy csináltatok, azt hogy csináltatok, ugye nagyon érdekes kerek beszélgetések szoktak kijönni a nap végén. A cirka 600 lelket számláló kisdorogiaknak a Nudl Fesztivál már a negyedik nagy rendezvénye, ami a falu nehéz körülmények közötti élni akarását, megmaradását vetíti előre. Ebben bízik a Magyarok Háza intézményvezetője, a szülőföldhöz mindmáig 1000 szállal kötődő Csibi Krisztina is. Nincsen buslakodásra okunk egyáltalán, nagyon sok fiatal van, sőt, ami a legnehezebb megmozgatni, az az aktív korosztály van itt, most a 40-50-60 éves korosztály itt van ma, és ők nagyon jó példát mutatnak a fiatalabbaknak. Úgyhogy szerintem mindig lesz utánpótlás, és én hiszek abban, hogy lesz még 1000 lélekszáma is kisdorognak megint, mint hosszú időn keresztül volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy csak bátran kell előre tekinteni, és legyen az Magyarországon bárhol, vagy a Kárpát-medence bárhol, bármelyik táján, szerintem most már a kisfalvaknak is van létjogosultsága, és rá fognak jönni az emberek, hogy sokkal jobb kisközösségben élni, amikor ismerem a szomszédomat, tudom, hogy mire számíthatok tőle, és hogy közösen, együtt, kalákában működve lesz jobb is. Az ötlet gazda az a feleségem volt 5 évvel ezelőtt, mert a környéken van Tevelen Galuska Fesztivál, akkor van Kajszi Fesztivál, akkor van Kugló Fesztivál Várolján, tehát a környékben, és akkor jött neki az ötlete, hogy miért nem lehetne egy ilyen, próbáljunk meg egy ilyen csinálni, ahol a hagyományos tésztaféléket próbáljuk bemutatni így az érdeklődőknek, és ebből kerekedett ki ez a dolog, és úgy nézzük, hogy nagy sikere van, és szeretnénk ezt folytatni, hogyha ha támogatóink is segítenek ebben. Bede Róbert mesterszakács több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy megreformálja a hazai gasztronómiát. Teszi ezt a szakmán belül és főzőműsoraink keresztül a televízióban. Legutóbb a Dombori Donautica szálloda és étterem stábjával készítette el saját menüsorát. Bede Róbert mesterszakács közel 30 esztendeje dolgozik a szakmában. Amellett, hogy számtalan helyre hívják zsűrizni, a médiában folyamatosan jelen van műsoraival. Egyfajta szemléletformálás misszió, mint az, amit végez. Saját bevallása szerint nem is eredménytelen a törekvés, jól lemélhető mindez abból, ahogy a vendégek rendelnek ma, ahhoz képest, ahogy tették ezt évekkel ezelőtt. Lassú fejlődési folyamat ez, mondja, de megéri a küzdelem. Saját menüsorral érkezett a Donautica szállodába, ahogy meséli, kapcsolatteremtésre. A menüsor gyakorlatilag egy fogasfilé, egy bőrénsült fogasfilé, friss penóttal, karamellizált ecetes gyöngyhagymával és paprika krémmel. A főétel, aminél itt egy kicsit leragadtam, ez a marha pofa, ez az úgynevezett braisingelt marha pofa gratenírozott gyökérzöldségekkel, ceruza babbal és ezzel a vörösboros mártással készül, és a végén desszertnek kínálunk egy ilyen áfonya lekváros dióhobos kosárkát, ez itt az én menüsorom, amit a fiúk egyébként az én, nem mondanék ilyet, mert ez ilyen nagyképű dolog, az én instrukcióim, nem, Sárközi Péter mesterszakács séfúrral, amit telefonon egyeztettük és megbeszéltük, hogy mi legyen a menü, és nyilván a mi megbeszélésünk alapján itt a fiúk a konyhán tökéletesen tudták ezt prezentálni. Ez a mi szakmánk, itt a konyhán belül egy nyelvet beszélünk a fiúkkal. Ez a mi szakmánk, ez arról szól, hogy egy bizonyos szint fölött, hogy fogalmazzak szépen, ez nem egy exakt tudomány. Ezt, ha közhelyes akarok lenni, ezt
jó pap holtig tanul. Tehát életed végéig tanulni fogod ezt a szakmát. És nyilván mindig van olyan új dolog, amit nekem tudnak mutatni, amit én tudok nekik mutatni. Vannak helyek, ahol többet, vannak helyek, ahol kevesebbek. Itt az a lényeg, itt a vendégnek a szeretete a lényeg, meg az ételnek a szeretete a lényeg. Itt az a lényeg, hogy próbáljunk harmóniába kerülni az étellel, az alapanyaggal és leginkább magunkkal. 2004 óta tanítja az országot főzni a televízióban. A gasztronómiai tévécsatornák eredménye kézzelfogható, állítja. Nekem a legnagyobb büszkeség az, amikor eljövök ide, és azt mondják a srácok, hogy hú, hát én 10 évvel ezelőtt néztem a műsoraidat. Akkor jövök rá, hogy mennyire öreg vagyok egyébként, a viccet félretéve, hogy igenis lehet, és egy új irányt próbálunk. Tehát nem úgy működnek ezek a dolgok, hogy egyik pillanatra a másikra megváltoztatjuk a gasztronómiát. Nem, ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat, aminek szerves részei a Bocuse d'Or versenyek, a Michelin csillagok, ezek mind-mind egy pici szegmensei annak, hogy a szakma fejlődjön. Mert a szakmájuk, én nem tudtam volna elképzelni, hogy akár 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt egy ilyen igazi gyöngyszembe el tudok menni, mint ami itt található, itt Faddomboriba, ugye a Hotel Donautikában vagyunk, hogy egy ilyen gyöngyszembe betalál az ember. Tehát óriási a csapat, nagyon jó a hangulat. A kérdésedre viszont válaszolok rögtön közvetlenül, hogy az emberekre ez hatással van. Igen, hatással van az emberekre, hát folyamatosan kapom azt a visszajelzést, hogy igen, ezt az ételt elkészítettem otthon, igen, én megveszem ezt az alapanyagot akár a piacon, akár egy bevásárlóközpontba, mert foglalkozni szeretnék vele. Tehát ha mutatsz valamit, milyen az ember, mutatnak valamit, és kezdem elkészíteni. Elkezdtek az emberek játszani a konyhában, de nem jutottunk túl. Tehát nem jutottunk túl, bocsánat, lopok még egy kis alaplevet, nem jutottunk túl még ezen, tehát ehhez azért még nekünk kell idő. Tehát azt gondolom, hogy még azért nem vagyunk teljesen ott, hogy elengedjünk bizonyos 20, 30, 40, 50 éven keresztül berögződő sztereotípiákat. Még nem, tehát ehhez generációk kellenek. Itt van a generáció, érdemes a srácokat megnézni, hogy mennyire felkészültek, itt van a következő generáció. Egy nagyon-nagyon komoly barátomnak, tehát büszkén nevezhetem, nagyon jó ismerősömnek, nem mondom a nevét, szakmán belül, azt mondta, hogy elmondjuk az ember 55 éves, akkor tanítson, de ne akarja meghatározni a gasztronómiát, a magyar gasztronómiát, itt vannak a fiatalok, dübörögnek. Kell, tudják, beszéljünk róla, irányítsuk őket egy kicsit, és ezáltal tudjuk irányítani az embereket is, tehát azokat az embereket, akik ott ülnek a tévéképernyők előtt, és hogyha csak addig el tudok jutni, hogy próbáljunk már ki egy kis halat, egy kis friss penóttal, egy kis paprikakrémmel, akkor azt mondom, hogy már megérte ott lenni, vagy itt lenni. Mi magyar emberek, mi nagyon jó fejek vagyunk, mi kenyér és savanyú mániások vagyunk, meg gulyásleves mániások, meg halászlé mániások, ami nem baj, mert ezek mind hungarikumok. De amikor tudom azt, hogy rendelnek valamit, és akkor kérek hozzá plusz kenyeret, és kérek hozzá még plusz savanyúságot, akkor már szinte tudom, hogy miről beszélünk, ugye? Tehát van, aki a rántott húshoz is kenyeret eszik. És visszatérve egy picit a rántott húsra, nem az a baj, hogy a klasszikus bundázott, a lisztes, tojásos, morzsás húsokat fogyasztjuk. Nem az a baj. Az a nem mindegy, hogy hogyan. Az a nem mindegy, hogy mit fogunk így megsütni, hogyan tálaljuk a vendégnek. Meg lehet látni, hogy egy ilyen egyszerű, hát nem túl szép ételt is milyen gyönyörűen föl lehet tálalni, és milyen gyönyörűen lehet a vendégnek az asztalára prezentálni. Le lehet venni, igen, és le lehet venni az embereken. Nem értek egyet azokkal a vendéglősökkel, akik mondják, hogy az a zöld baba az elég lesz. Nem elég az a zöld baba, ahhoz még kell. Köszönöm, hogy nem értek egyet azokkal a vendéglősökkel, akik azt mondják, hogy nem tudok változtatni a koncepció, mert az emberek ezt a hatalmas adagot kívánják meg ezt, és akkor majd elmennek a vendég. Nem drasztikusan meg kell változni és 180 fokot fordulni, nem erről van szó. Egy picit irányítsuk a vendéget.
Életmentő rendőrökről szóló történeteket gyűjt a Belügyminisztérium egykori heti lapjának volt fő munkatársa. Martinkó Károly most a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szakembereinek mutatott rövid ízelítőt a legérdekesebb esetekből. Csak a kis híd teteje látszott ki a hatalmasra duzzadt patakból. Ezek a felvételek néhány hete a Tolna megyei Értényben készültek. Egy hirtelen jött felhőszakadás után a falu teljesen elöntötte a víz. Rendőröknek és katasztrófa védőknek közösen kellett négy szemét, köztük két gyereket kimenteniük egy lakóházból. Martinkó Károly órákig tudna ehhez hasonló megtörtént sztorikat mesélni. Évtizedek óta gyűjti ugyanis az olyan izgalmas eseteket, amiknek a során rendőrök a saját életüket kockáztatva mentették meg mások életét. Számomra a legszentebb rendőri feladat gyerekek életének a megmentése. Ugye a rendőrök sokszor az életük kockáztatásával mentenek meg pici gyerekeket. Rengeteg tanulság van, hogy hogy tűnnek el a gyerekek. Elég csak egy pillanatban nem odafigyelni, és a halál torkában van. Martinkó Károly hosszú éveken át dolgozott a Belügyminisztérium egykori heti lapjának a magyar rendőrnek, és egyenruhát is egy évtizeden keresztül hordott, ezért a történetek felkutatása igazán testhez álló feladat neki. 10 évig rendőrtisztként dolgoztam. Valamikor sportoló voltam, az Újpestbe illettem, megalakult a sportszázad, annak a tagja lettem. Hát olyanokkal Szusza Ferenc, nem tudom mondani, ez a név valami, meg ilyenek. Szóval fantasztikus társaság jött ott létre. Majd azt utána nyomozó lettem, vizsgálótiszt lettem, hát az ember ugye megtanulja, kivel hogy beszéljen, hogy próbálja meggyőzni arról, hogy mondjon el valamit, szép szóval, nem veréssel vagy valami ilyesmi. És kinyomoztam, hogy itt is voltak életmentő történetek, ráadásul 3 is. Több, mint a többi megyébe, bármelyikbe. Az egyik ilyen megtörtént eset Lápafőn történt, ahol Vörös Ádám egykori Naki körzeti megbízott mentett ki a megáradt patakból egy fiatal fiút. Lápafőt és környékét egy olyan vihar éri, hogy amikor látjátok a híradóban, hogy ott Oklahomában, meg mit tudom, Amerikában mi játszódik, hogy házak elmennek, autók főrepülnek, hát ezt képzeljétek el Lápafő és környékén, öklömi jégdarabok, a kis patak duzzadt folyóvá válik, és akkor oda beesik, a víz, a sodrás beviszi, kérem, az áterezbe, ami még nem tömődött el egészen, jönnek a nehéz farönkök, véged van. Hát a rendőr oda siet, először egy öreg nénire gondol, hogy veszélybe van, de az kiderül, hogy az hála Istennek megmenekült, és már indulna visszafelé, amikor lát egy férfit, aki zokog, tépi a haját, és azzal egy még föl se fogja, hogy az kicsoda, hát annak a 14 éves kisfiúnak az édesapja, aki egy faágba kapaszkodik, ígyni, a sodrás már a térdéjéért is nagy ütleget, komoly sérüléseket szenved, de még kapaszkodik a faágba. De pillanatok műve, hogy leesik és vége van, bemegy az áterez, megfullad ki. És akkor az rendőr bemegy nyakig érő vízbe, hömpölyök felé az áradat, nagy nehezen odaér, ahol a gyerek kapaszkodik, valami szíjat földob az ágra, egy perc eltelik, hogy mit kell csinálni, és megmenti a gyerek életét. Egy cigány kisfiú, ezt kihangsúlyozom. Na most kérem szépen, ez a rendőr a mai napig él. Egy másik Martinkó Károly által ismertetett esetnél pedig Halász Lajos volt Dunakömlődi körzeti megbízott égőházból hozta ki a bentrekedteket. A paksi rendőrkapitányság két volt munkatársa, Köllő Imre és Vagy Zoltán pedig egy csónakázó családot mentett ki Faddomboriban a vízből. A Közéleti magazint látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!